a Magyar Fúvózenei és Mazsorett Szövetség, a Metronom Kft. És a Dombóvári Alafokú Művészeti Iskola közös szervezésében került lebonyolításra a Varázspálca Fúvós Karnagyi Továbbképzés 2023. november 10 és 12-e között. 8 évvel ezelőtt, amikor a Magyar Fúvózenei és Mazsorett Szövetség vezetésével kollégáim megtiszteltek, megbíztak, akkor az elnökséggel célul tűztük ki, hogy lehetőség szerint éves rendszerességgel, vagy akár több alkalommal is olyan karmester továbbképzéseket, kurzusokat tartsunk, és tartunk azóta is, amelyek az amatőr fúvózenei életben, én azt gondolom, hogy sokat tudnak segíteni a kezdő, vagy már tapasztalt karmesterek részére is számára. Markovics Gábor kollégámmal nagyon régóta, több mint 20 éves baráti és szakmai kapcsolatban vagyunk, és nagyon sokat gondolkodunk együtt a fúvószenéről, és azt gondolom, hogy az itt lévőknek ezekkel a több évtizedes tapasztalatainkkal megpróbálunk, és talán tudunk is néhány olyan útmutatót, kis irányvonalat nyújtani, amivel a hétköznapokban a zenekarjaikat tovább tudják fejleszteni. Nagyon örülök neki egyrészt, hogy most itt a Dél-Dunántúlon is a Mafumasz rendezvénye ideért, hiszen ezt tudni kell, hogy Komáromtól indultunk, és lényegében már majdnem körbejártuk az országot ezzel a fúvós roadshow-val, vagy kurzussal, ha szabad így mondani, és külön örülök annak, hogy vannak visszatérő arcok is, akik más régióból érkeztek, és annak pedig különös tekintettel örülök, hogy a helyi kollégák nagyon aktívak és borzasztó érdeklődőek, és hát most itt a zenekari gyakorlaton már élesben a Dombóvári Zenekarnak a közreműködésével tudunk olyan zenei és ütéstechnikai dolgokat megvalósítani, amikről mi itt a reggel elkezdődött előadásokon hosszasan beszéltünk, és hát ezt most itt élő zenével, ezzel a kiváló zenekarral ki tudjuk próbálni. A képzés első napján a délelőtti és kora délutáni foglalkozások törzsét az elméleti tudás gazdagítását segítő előadások tették ki Szabó Ferenc, Hidas Frigyes díjas karmester, a Győri Széchenyi István Egyetem művészeti karának művészettanára, a Mafumasz elnöke és Markovics Gábor, Hidas Frigyes díjas karmester, a Mafumasz elnökségi tagja, a Dombóvári Ifjúsági Fúvózenekar karnagya vezetésével. Jelenleg a Mafumasz Magyar Fúvószene és Mazsorett Szövetség, valamint a Metronom Kft. Közös szervezésében egy országos háromnapos kurzus van jelen pillanatban az iskolánkban, ami tulajdonképpen egy hagyomány is már, mert a Magyar Fúvószene és Mazsorett Szövetség elnöksége célul tűzte ki az elmúlt 8 évben, hogy vidéken segítünk az ifjú karmester kollégáknak, művészeti vezetőknek, és most 8. alkalommal kerül itt Dombóváron megrendezésre, amelynek a házigazdája az általános iskola és művészeti iskola részlege, a művészeti iskola, valamint a gyakorló zenekar, az az ifjúsági zenekar, amire nagyon büszkék vagyunk Dombóváron. A háromnapos kurzusban péntek, szombat és vasárnap történtek a pénteki napon. Elméleti képzés volt délelőtt, amiben a ma esti gyakorlati anyagnak tulajdonképpen az előkészítése zajlott. Zenekarszervezés, repertoárismeret. A holnapi napon szintén gyakorlat lesz délelőtt, délután pedig hangszerelési gyakorlat lesz, ami egy szintén kuriózum, mert az eddigi kurzusokon hangszereléssel, zenekari hangszereléssel nem foglalkoztunk. És a vasárnap pedig hát a maradék, így mondom, hogy azok a témák, amik elmaradtak a péntek-szombati napról, elméleti dolgok kerülnek közös megbeszélésre, interaktív módon. Örömmel mondhatom, hogy nem csak magyarországi, hanem nemzetközi lett most már a kurzusunk. 5 kollega érkezett Erdélyből, Csíkszereda és Kovászna, valamint Hargita megyéből tevődik össze az 5 fő. És így 15 fő adja a kurzus létszámát, ami egy nagyon szép szám. A Varázspálca Fúvós Karnagyi Továbbképzés első napján, azaz november 10-én pénteken a Dombóvári Ifjúsági Fúvózenekar közreműködésével gyakorlati foglalkozásokra is sor került a háromnapos képzés programjaként. Hát a cél az mindig az, hogy tanuljon az ember,
mert hiába ott van már a kezében a tudás, vagy hát legalábbis azt gondoljuk, hogy ott van a tudás, azért mindig lehet tanulni, és a nagyoktól meg mindig kell is tanulni, azt gondolom, úgyhogy ez életünk végéig, ez van. Hát azt érzem, hogy most nem tudok semmit, tehát hogy egy csomó dolgon változtatnom kell azért, hogy jobbá tegyem az én zenekaromat is, nyilván, hogy fejlődjek, hogy a kezem, hogy az érzékeim erre az egészre kifinomultabbak legyenek, úgyhogy én nagyon már az első nap is nagyon jól érzem magam, és nagyon sokat tanulok, nem csak nyilván a mesterektől, hanem azokból a kollégákból is, akik ugyanígy itt vannak, és ugyanazokat a hibákat, azokat követik el. Úgyhogy ezek mind nagyon jó tanuló példák nekünk, hogy hogyan lehet ezt javítani. Úgyhogy nekem ez nagyon jó. Az ország minden részéről és Erdélyből érkező fúvóskarnagyok Szabó Ferenc instruálásával dolgozhattak mozdulataik finomításán. Mivel hogy részfúvós oktató vagyok, és fúvózenekart is vezetek, így én arra gondoltam, hogy csak kellene fejlesszem magam, és adott ez a lehetőség, hogy eljöjjünk ide és tanuljunk. Hát idáig pozitívak, építő jellegű, mindenki segítőkész, úgyhogy meg csak örülünk. Tehát elsősorban a szakmai tapasztalat, tehát ellesni a dolgokat, hogy miket lehetne még jobban kihúzni ebből az egészből.